Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 25-éig. Az első kártyáknak mindig fontos jelentése van. Itt felül bal oldalon láthatóak egy utak, mint egy útkereszteződés. Itt sors utak kereszteződhetnek, tehát lesz egy fontos találkozás. Ez az út, ez a kereszteződés azt is jelenti, most ott vagy a sors utadon ennél a kereszteződésnél, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább. Hallgass az érzelmeidre, mutatja itt a hold. Az lehet, hogy döntéseket hozni még túl korai lenne, hiszen itt vannak az utak. Ha egy nő vagy, akkor megjelensz itt a kártyavetésnél. Ez a lovas férfi szimbolizálja a mozgást, de itt van a koporsó. Tehát most nem mennek előre az események, ezért jobb lenne várni szeptember hónapig, jelenti itt ez a fa. De mégis jó úton vagy, hiszen itt van előtted a csillagkép, ami szerencsét hoz, és lesznek itt változások. De légy zárkózott, titokzatos. Ez a könyv jelenthet tanulást is, és akkor itt asztrológiáról, vagy spirituális dolgokról van szó, és itt mögötted ez a park utal a nyilvánosságra. Ha van egy lelki társad, akkor ő itt jelenik meg a képen, és mivel a kártyák itt vannak a feje fölött, utalnak az ő gondolataira. Ez a férfi gondol rád. Itt megvannak a mély érzelmek, hiszen a hold ezt szimbolizálja. A lilium pedig a tisztaságot, tehát szép gondolatokat. Amit még a lilium jelent, ő szeretne tisztázni valamit veled, ez a terve. A Lenormand kártyánál a lilium utal ilyen intim kapcsolatokra is, szexuális témákra. Nem csak nála van meg ez a gondolat, hanem ez a lovas férfi lehet egy másik férfi is, és ő is gondol rád, megvannak ezek a vágyak, ezek a remények, de még ott van mellette egy hölgy, és itt ez a gyűrű arra utal, hogy van köztük még kapcsolat, vagy ez a férfi nős. De ő együtt dolgozik ezzel a nővel, és itt anyagiakról is szó van, tehát nem könnyű neki kilépni ebből a kapcsolatból az anyagiak miatt, holott ő elgondolkozik rajtad, és a gólyák azt jelentik, hogy ő szeretne változtatni valamit a helyzeten. De visszatérve a te lelki társadra, ő is gondol rád, itt a halak nem csak pénzre utalnak, hanem értékekre is, belső értékekre, tehát te értékes vagy számára. És itt a nap mutatja ezt a vonzó erőt köztetek. Itt fent a kártyák jelentik azt, hogy külföldről jön egy új kapcsolat, vagy újdonságok, ez lehet egy utazás, vagy egy belső lelki út is, és itt van egy új kezdet, ami szerencsét hoz. Ahol vigyázni kell, ezek a barátságok. Mivel itt van ez a virágcsokor, az lehet, hogy egy hölgyről van szó, mert a virágok szimbolizálják a nőiességet, és itt vannak hamisságok, beszélgetések, és ez lehet az is, hogy valaki hazudik neked. Vagy előfordulhat az is, hogy valaki pletykálkodik rólatok a hátad mögött. Ami viszont szép, ez az otthon, vagy a környezeted, vagy a rokonság. Itt ez a kereszt azt jelenti, itt is lesznek sorsdöntő változások, az lehet egy költözködés is, és itt van ez a levél, ami utalhat egy szerződésre. A szív jelenti azt, hogy a szívből jön, vagy azt is jelenti, hogy te valamit megszépítesz az otthonodban, és te szívvel, lélekkel készíted ezt a munkát. Valami jó várható, ami a környezetedet illeti. Ha arról van szó, hogy te szeretnél valamit változtatni, ez most túl korai. Ha iskolázásról vagy tanulásról van szó, akkor ezt már most is tervezheted. Ha valamit szeretnél javítani az életedben, és itt megvan ez a gyógyító hatás, akkor azt nem mondd el. Nem mondd el a terveidet, hiszen itt megjelenik a ravasz róka, itt vannak hazugságok, hamis barátok, de szerencsére itt megjelennek az egerek, meg ez a kasza, és így elvágja ezeket a kapcsolatokat, elvágja ezt a hamisságot, ennek ellenére őrizd meg a titkaidat. Különösen, ha munkádról van szó, vagy továbbképzésről van szó. Itt ez a torony utal hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre, itt megvan a beszélgetés, vagy egy hír, a kapcsolat, viszont a nehézségek elmúlnak, hiszen az egerek eltávolítják ezt az ügyet, nem csak az egerek segítenek ebben, hanem a kasza is elvágja ezt. Tehát itt le lesz zárva valami. És én is lezárom most ezt a felvételt. Kívánok neked egy szép napot, illetve szép hetet. Nagyon sok szeretettel, Dendera!